Üdvözöllek benneteket! Aktuális leckénkben a különbség oszthatóságát gyakoroljuk néhány kidolgozott feladaton keresztül. Vágjunk bele, nézzük a feladatunkat. Anélkül, hogy kiszámolnánk a különbségeket, határozzuk meg a következő oszthatóságokat. Tehát nem szabad kiszámolni a különbséget, anélkül kell leellenőriznünk, hogy a különbség oszthatói 2-vel, 4-jel, 9-el, illetve 10-el. Induljunk sorba, nézzük az A feladatunkat. 79 mínusz 25, ellenőrizzük le, hogy oszthatója a különbség 2-vel. Ellenőrizzük le külön-külön. A 79 nem osztható 2-vel, mivel páratlan szám. Páratlan számok esetén a maradék 2-vel való osztáskor mindig 1. A 25-nél ugyanez a helyzet. Páratlan számról van szó, nem osztható 2-vel, a maradék 1. Ilyenkor a különbség oszthatóságakor el kell végeznünk a maradékok különbségét. Tehát az 1-ből, ha kivonjuk az 1-et, az a különbség 0, és most ellenőrizzük le, hogy ez a 0 osztható-e 2-vel. Hát tanultuk, hogy a 0 minden számnak a többszöröse, tehát igen, elosztható 2-vel, így, mivel a 0 osztható 2-vel, ez azt jelenti, hogy az adott különbség is osztható 2-vel. A B feladatunkban a különbséget le kell ellenőrizni, hogy osztható-e 4-jel. Ellenőrizzük le külön-külön. Az 1291 páratlan szám, nem osztható 4-jel. Azért ellenőrizzük le, és keressük meg a maradékot. Indulunk, mivel 4-jel való osztáskor elegendő csak a 91-et figyelni, indulunk 20-assával, 20, 40, 60, 80. A következő 20-as már 100 lenne, ami több, mint 91. Haladok most már 4-esével. 84, 88 és 92. Mivel a 92 már nagyobb, mint 91, az utolsó szám, ami még osztható 4-el, az a 88. Így a maradékot számoljuk, hogy a 91-ből kivonjuk a 88-at, és az 3. A másik szám, amit le kell ellenőrizni, hogy oszthatója 4-jel, az a 730. 4-jel való oszthatóságkor, amit már említettem, csak az utolsó két számjegyből képzett számot kell ellenőriznünk, és láthatjuk, hogy a 30 bizony nem osztható 4-jel, így a 730 sem osztható 4-jel. Keressük meg a maradékot. 30-hoz, hogy eljussunk, először is számolunk 20-assával, majd innentől kezdve 4-essével, 24, 28 és 32. A 32 már több, mint a 30, az utolsó ilyen szám, ami még osztható 4-jel, az a 28. A különbség a 30 és a 28 között 2, tehát a maradékunk 2. A maradékok különbségét számoljuk most, a 3-ból, ha kivonom a 2-t, az 1. Ellenőrizzük le, hogy ez a különbség, tehát az 1, osztható-e 4-jel. Hát sajnos az 1 az nem osztható 4-jel, így az adott különbség sem osztható 4-jel. Nézzük a C feladatunkat. A különbséget ellenőrizzük le, hogy osztható-e 9-el. Úgy szintén külön-külön leellenőrizzük, hogy osztható-e 9-el. Tanultuk, hogy a 9-el való oszthatóságkor össze kell adni a számjegyeket, és ha a számjegyek összege osztható 9-el, akkor a szám is osztható 9-el. Éppen ezért a 72.467 esetében össze kell adni a 7-et, a 2-t, a 4-et, a 6-ot és a 7-et. 7 plusz 2 az 9, 4 plusz 6 az 10, ez már összesen 19, plusz még 7 az összesen 26. A 26 az nem osztható 9-el, számoljuk akkor a maradékot. Az utolsó ilyen szám, ami még osztható 9-el, az a 18. 18 és 26 között a különbség 8, így ennyi lesz a maradék. A másik számunk a 9321. A számjegyeket adjuk össze, 9 plusz 3 az 12, plusz 2 az 14, plusz 1 az 15. Láthatjuk, hogy a 15 sem osztható 9-el, a maradék 15 mínusz 9 az 6. Ha most kivonjuk a maradékokat, 8-ból kivonom a 6-ot, az 2, a 2 viszont nem osztható 9-el. Mivel a 2 nem osztható 9-el, ez azt jelenti, hogy az adott különbség sem osztható 9-el.
És végezetül maradt még az utolsó alfeladatunk. A 941-91 különbséget ellenőrizzük le, hogy osztható-e 10-zel. Nézzük külön-külön az oszthatóságot. A 941 nem osztható 10-zel. Tudjuk, hogy azok a számok oszthatók 10-zel, melynek a végén 0 található. A maradékot könnyen ki tudjuk számítani, hiszen az 1-től a 0-ig van 1, tehát maradt 1. 91, ugyanez a helyzet, nem osztható 10-zel, úgy szintén a maradék 1 minusz 0 az 1. Ha most kivonjuk a maradékokat, 1 minusz 1 az 0, ellenőrizzük le, hogy a 0 osztható-e 10-zel. Hasonló eset, mint az előtt, a 0 bármely számnak a többszöröse, tehát a 0 osztható 10-zel, így ez a különbség is osztható 10-zel. Ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!